Ezek a kis maja városok, hát nem olyan picikben, mondjuk ez a Jászsáv 30 ezer hektáron terül el. Ezeknek a jelentős része az időszámítás előtti 600 körül kezdtek kialakulni. Az El Mirador az, amit mondtam, hogy időszámítás előtt 900-ban. Erről tudtak úgy a tudomány jelenlegi állása szerint, hogy a legősibb már maja város. El Mirador, és akkor utána lehet látni, hogy alatta délirányban ott van Tikál, és Tikáltól délkeleti irányba egy Jáksá. Ezek ugye egymástól egy 40-50 kilométerre helyezkednek el, és nagyon fontos kereskedelmi kapcsolatok voltak ezek között a városok között. A maja kultúrát nem úgy kell elképzelni, hogy volt egy központi király, és irányított az egész maja birodalmat, hanem ezek a városállamok önmagukban voltak hatékonyak, és az egyes maja városállamok az egymással kereskedtek, harcoltak. Tehát kb. Úgy kell elképzelni megint csak, mint a középkorban Európában ezeket a hercegségeket, királyságokat. És egy feltételezés, hogy a maja kultúrában a háborúk azok általában úgy történtek, hogy két városállam valamiért összeveszett, akkor nem az volt az első, hogy háborúskodtak egymással, hanem megpróbálták megbeszélni eleinte, tehát tárgyaltak, és hogyha a tárgyalások nem vezettek eredményre, akkor jött egy párbajszerűség a két uralkodó között. Ennek a párbajnak az egyik eklatás példája ez a labdajáték. Ezek a sportesemények valójában háborúk voltak. Hogy ezt hogyan játszották pontosan ezt a labdajátékot, erről is leginkább feltételezések vannak. Egyébként főleg Mexikóban vannak bemutatók, bemutatják, hogy hogyan könnyékkel, meg térdel, meg csípővel, hogyan passzolgatják ott a nehéz kaucsuk gumiból készült labdát. Majd fogunk látni egy kis karikát, és abban a karikába kellett valamilyen módon bejuttatni ezt a kaucsuk labdát. Aki győz, megnyerte a háborút, el lehet foglalni a területét, vagy a kukoricaföldjét. Aki veszít, az meg feláldozzák. Jó eséllyel itt a majáknál inkább csak véráldozatokat mutattak be. Az se kevéssé fájdalmas. Nem biztos, hogy olyan jól járt azzal a vesztes, hogy csak úgy kikapott a maja kosárlabdával.
turisták leégnek, és elkezdenek hámlani. Ezért gringófa? Kurva jó a szori miatt. Jó hozzá szövő. Csak a szori miatt lepottam. Hát, hogy most álltok ide, jó hangzik. Várjunk a gyerekek, ezeknek a lábok is ciki volt. Csak a pici lábukkal fél métereset tudtak lépni. Már elkopott a lépcső, csak azért pici. Igen. Gyönyörűség. Hogy sose forduljanak teljesen szembe a szakrális jellegű valamivel, és amikor jönnek lefelé, akkor se fordítsák teljesen a hátukat. Ezért ilyen cikk-cakban közlekedtek valószínűleg ezeken a helyeken, és akkor már sokkal könnyebb úgy lépni ilyen magasat, mint hogyha csak így lépni a magasat. Hát hogy ez a valószínű magyarázata ennek a lépcsőrendszernek. Amiket ábrázolnak, az 1872-es függetlenség. Tehát, hogy valami olyasmit akar sugalni ez a pénz, hogy a majaság az folyamatosan jelen van. Tehát, hogy ez nem egy elmúlt dolog, nem egy történelem, hanem az a jelen. És azzal kivívták a függetlenségüket, azzal valójában a maja kultúrát viszik tovább. Itt látjátok, tanulnak a gyerekek, ilyen indián arcú gyerekek. Mit tanulnak a kecálmadarak? Látjátok, ott van a kecálmadár.
világ egyik Esteros. Gracias. Itt menni. Itt jobb kész felől lesz egy épület, az lesz a vám épület, amit ugye mondtam, hogy itt kiköltöttek a hajókkal, szépen fölvitték az árut, és akkor ott vámolták meg őket. Utána vitték tovább a kereskedelmi szempontból fontosabb területekre. Mi erre fogunk elkanyarodni, és itt a 17-es, ez a Plaza F, ez a csillagvizsgáló épülete. Erre föl lehet menni. Körbe megyünk, ezt megkerülve be fogunk menni ide a főtérre. Itt erre a 12-es piramisra, az Akropolis Nortéra érdemes fölmenni, illetve lehet is fölmenni. Meg ha jól emlékszem, akkor itt erre a kisebbikre is föl lehet menni. Itt tartunk egy kis szünetet, megnézelődési szünetet, és a végcélunk az pedig itt az ötössel jelzett 216-os kilátópont. Ugye ott fogunk majd kiukadni naplementét nézni, illetve még itt van egy múzeum, amit szintén meg lehet nézni, ahhoz majd odaadom a belépőjegyet. Kivé lehet? De az nem lehet az útéren. Ez a vámház. Tófelől érkező javakat itt vámoltatták el. Kivé lehet? De nem lehet az útéren. Itt állunk megint egy magas domb tövében, itt ez nem rajzolódik ki, hogy épített lenne. És hát ilyen a millió. Vágyat.
Na, azért egy kicsi kultúrát is fényképező. Van neked igazad, hogy ide felkedsz merektél? Ugye? Ah oui, tout en haut là. Oui, tout en haut là. Sinon, venez voir ici, on peut monter ici, les voir. Le seul problème, c'est... C'est comme un carnaval. C'est un réadage. C'est un réadage, une rectification. C'est un réadage. C'est un réadage. D'accord. Mentek, és hát így naponta megnézték, hogy, hogy ott tart-e már az árnyék, ahol. És hogyha az épületnek a bizonyos pontja árnyékként rávetődött a másik épületnek a bizonyos pontjára, akkor az volt a jelzés, hogy lehet most már aratni a búzát. És ez volt a pozíció, ahonnan rá lehetett látni ezekre a működésekre. De gondold meg, hogy ez milyen mérnöki munka, hogy ezt kitalálni. Egyrészt, hogy a napjárását addig figyelgették, meg rakosgatták, felírták. Alapvetően úgy építették, hogy összehordtak egy adag földet, meg köveket, vagy volt már egy természetes domb. Arra kezdték el rárakni szépen az előre formára vágott mészkövet. És akkor összerakták, és egyébként volt egy ilyen habarszerű dolog is, amivel összeragasztották, vagy egymáshoz ragasztották az anyagokat. És a vakolatot is ismerték, mert be is vakolták utána azt az egészet. És talán be is festették. Tehát akkor nyert el ezt a piros színt. Üregesek voltak-e belülről ezek a piramisok, vagy nem? Ezt akartam kérdezni. Van, amelyik üreges volt. Itt ezen a területen Gyáksán nem találtak még üreges piramis, de mondjuk Palenkében, ami szorosabban kapcsolódik Gyáksá Palenkéhez. És Palenkében például több sírt is találtak. Tehát uralkodói sírokat, az uralkodó anyjának sírját, az uralkodó feleségének sírját. A maga a sír nagyon díszített, meg a holttest az elképesztően fel van díszítve. Mindenféle drága kövekkel. Fölnézek, akkor ott lehet látni egy papagájt, meg több kis madarat is. De tényleg ott van. És itt lehet látni az uralkodónak az arcát, itt az orra, szája, szeme. A maja nemességnek a szépségidája az úgy nézett ki, hogy
egész kiskorukban bandzsává tették a nemességet. Belógattak ki csecsemőkorban egy ilyen valamicskét, hogy azt nézze, és akkor kicsit bandzsa lett. Lereszelték a fogaikat, és különböző ékszereket raktak bele. A harmadik dolog az is megint csecsemőkorban kezdték, hogy ilyen lapított fejet csináltak a gyerekeknek. Mindjárt jön a kreppszámok. Nincsen mutatványa. Ezek már hűszérik, anya. Hol úgy játsszák ezt a játékot a rekonstruálás szerint, hogy egy ilyen kicsike rabdajáték téren mondjuk két-két játékos van. Az egyik az a kapitány vagy a vezető, a másik az pedig egy ilyen játékos. Itt állnak így egymáshoz viszonyítva valamilyen viszonyban. Itt a másik kettő, és az a lényeg, hogy be kell juttatni valahogy egy ilyen nagy kaucsuk labdát, ami baromi nehéz, tehát akár ilyen 6-7 kg súlya is lehetett ennek a kaucsuk labdának, és térdel, csípővel, könnyékkel, meg fejjel lehetett hozzáérni, de mondjuk fejelni azért az kicsit tetszett. Ez elég jó. Szóval föl kellett bejuttatni, és a labda az kb. Pont akkora volt, hogy így épp, hogy befért azon a karikán. És akkor neki rohantak ennek a ferdefalnak is? Hát valami ilyesmi lehetett, hogy próbálták így felütölgetni, meg felnyomni, és hogyha sikerrel jártak, akkor 1-0 lett, és ők jártak. És a másik rész megpróbálta? Hát valahogy próbáltak védekezni, de az a baj, hogy szerintem mi nem is tudjuk ezt elképzelni pontosan, mert annyira csak az van a fejünkben, hogy hogyan kosárlabdáznak most az emberek, hogyan fociznak. Hát ez elég durva volt. Igen.